először nyert díjat magyar együttes az egyik legrangosabb amerikai jazz versenyen. A New Yorki Viadalon 260 induló közül a Pátkai Rozina vezette jazz formációnak ítélték oda a legjobb hangszerelésért járó elismerést. A fesztivál gálakoncertjén akkora sikerük volt, hogy a zsűri Grammy díjas zenészei is beálltak zenélni hozzájuk. No podré olvidar. Ezzel a latinos dallal nyerte meg a New Yorki versenyt a Pátkai Rozina vezette jazz csapat. A legjobban hangszerelt dal kategóriában győztek, néhány nappal később egy budapesti stúdióban mutatják meg a díjnyertes számot. Az együttes alig 2 éves, de már beválasztották őket Európa legjobb jazz csapatai közé. Tavaly első magyar együttesként megnyerték az amerikai Independent Music Awards-ot, majd a sikeren felbuzdulva jelentkeztek a New Yorki fesztiválra. Néhány hét múlva jött az értesítés, hogy győztek. Nagyon meglepődtem, és aztán nagyon örültem neki, és visszakérdeztem, hogy valóban így van-e, és mondták, hogy gratulálnak, és szeretettel várnak a gála koncertre. A koncert olyan jól sikerült, hogy a zsűri világhírű Grammy-díjas zenészei közül a dobos Lenny White és a trombitás Randy Brecker is beállt zenélni hozzájuk. A gitáros Tóth Mátyás azt mondja, régi álma vált valóra azzal, hogy egy színpadon zenélhetett a műfaj legendáival. Óriási élmény volt megtapasztalni ezt, hogy tulajdonképpen úgy viselkedtek a színpadon, mint bármelyikünk. Tehát, hogy nem éreztették azt, hogy ők mekkora sztárok, hogy ők Grammy-díjat nyertek, hogy hány lemezen játszanak, és hogy több ideje vannak a pályán, mint amennyi idején élek. Nagy bőgő, trombita, gitár, dob és ének, ez az alapja a brazil bossanovának. A latinos stílust az együttes félig olasz származású énekesnője választotta. Azt mondják, hogy szinte minden dalt át lehet alakítani bossanovásra. Ez mondjuk swingesen volt egy lejátszva, és ha ezt bossanovába játszom, akkor... Az amerikai fesztivál győzelem óta rengeteg helyre hívják a jazz csapatot. A tervek szerint elsősorban Európában lépnek fel, de készülnek vissza New Yorkba is, ahol várhatóan a város legfelkapottabb helyein adhatnak majd koncerteket.